Már csak néhány pillanat, és megtudhatjuk, hogy ki lett a győztes. Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, főadmin vagyok, és elérkeztünk a Cake Hour énekversenynek az eredményhirdetésére. Három versenyző van már csak a döntőben, és 24 óra szavazatait összegeztük, hogy megtudhassuk, hogy hármójuk közül ki lesz a győztes. Először is lássuk, hogy ki is az a három döntősünk, lássunk egy kis rövid bejátszást a döntős covereikből. Nice on a hedging on a beach, not a jugging in Goya. Got it on the mama bushy, Jim on the moon Goya. Where? She got me a ginga ball, she got some on the yakatana. Slip on a pundo, I'm gonna mold your jean in Goya. Sun is a meta, she didn't hate me. Oh, she's an echo to the cherry. 모르겠으니까 저기 뭔지 혹시 어깨놓고 속인 건지 꿈에 삶은 있고 유나기 또 반짝이 또 서울 처음 보는 다다락 세상 대마차 또 반칙만은 난 멍멍이 생긴 서토나 난 다래리사 난 별에리사 우리 대화 쓸게 간다치 Nos, rájuk lehetett szavazni, és pillanatokon belül megtudhatjuk, hogy hármójuk közül ki is az, aki megnyerte az első Cake Hour ének kategóriáját. Mielőtt még kihirdetnénk a győztest, beszélnék egy kicsit magáról a nyereményről is. Eddig nem igazán esett szó róla, homályosan mondtam egy-két dolgot, de most már itt az ideje, hogy elmondani, hogy mi is és hogy is lesz. Elsősorban azt kell, hogy tudjátok, hogy az első három helyezett, jelen esetben mind a három versenyző már ajándékban fog részesülni, ugyanis a Koreai Kulturális Központ felajánlott az első három helyezettnek egy kisebb ajándékcsomagot, ezúton is szeretnénk nekik megköszönni, és köszönjük, hogy támogatták a versenyt, és köszönjük, hogy hozzájárultak egy kis nyereménnyel magához a versenyhez. Szóval nem kell csüggedjetek, ti hárman már fogtok kapni valamit. Hogy pontosan mi van ebben a csomagban, azt még én se tudom, mert jelen pillanatban még a csomagok nincsenek itt, nem érkeztek még meg, szóval ez majd meglepetés lesz. Mindezen felül a győztes tőlem is kap egy kis ajándékot, nem szeretném lenőni a poént, hogy mi lesz az, majd meglátja a győztes. Valamint még meg kell említsem, hogy a mondó felajánlásával a győztes kap egy páros belépőt a következő mondokonra, és köszönjük szépen a mondónak ezt a felajánlást, és köszönjük szépen a támogatást. Valamint a győztes kap szintén még egy páros belépőt, méghozzá nem másra, mint a debreceni KD-re, ahol szívesen várják majd előadóként is, szóval megmutathatja tudását emberek előtt és színpadon is. Szóval köszönjük szépen a KD szervezőinek is. Mindenki, aki támogatta nyereménnyel a versenyt, annak az elérhetősége lent a leírásban megtalálható lesz, és egy kicsit jobban is utána tudtok nézni, hogyha szeretnétek. Na de most már elhúztuk egy kicsit az időt, szerintem már tűkönültök, és mindenki nagyon kíváncsi. Mindeközben, mint láthatjátok, Neko nincs a szokásos helyén, ugyanis éppen összegzi a szavazatokat, és megkérdezném tőle, hogy vajon készen van-e, és azt válaszolja, hogy igen, készen van, és akkor elsősorban kezdjük visszafele, vagyis először legyen a harmadik, és majd aztán jöhet a többi. Szóval Neko, kérlek, add át nekem a borítékot, amiben benne van a harmadiknak a neve. Köszönöm szépen! Most megtudhatjuk, hogy ki érte el a harmadik helyezést. Ez már egy dobogós helyezés, szóval nem kell aggódni, és nem kell búsulni. Nagyon jó, hogyha már valaki eljut idáig is, és már nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek a neve is lehet itt benne. A harmadik helyezett nem más, mint Flóra. Tapsoljuk meg! Gratulálunk Flórának a harmadik helyezésért, akkor ez azt jelenti, hogy a második és az első hely az Amanda és Jiu között fog majd eldőlni. Szerintem ti is nagyon izgatottak vagytok, de csavarjunk most egy kicsit a dolgokon.
az első helyezettnek szeretném a nevét megkapni. Szóval Neko, add át kérlek az első helyezettnek a nevét egy borítékban, mert már kíváncsiak vagyunk és már tűkönülünk. Köszönjük szépen! Köszönjük! Még akart volna szólni néhány szót, csak belefolytottam. Szóval az első helyzetnek a neve van itt. Azért is gondoltam, hogy az elsővel folytassuk, mert ha lelőjük, hogy ki a második, akkor mágyből tudjuk, hogy ki az első. Szóval Amanda és Giu. Én igazából fel voltam készülve, hogy hármótok közül bárki megnyerheti ezt, és úgy voltam vele, hogy hármótok közül mindannyian meg is érdemelnétek. Szóval tényleg nagyon nehéz volt dönteni, kérdezzétek csak meg a szavazókat, mind a hárman nagyon tehetségesek vagytok, és tényleg, hogy eljutottatok idáig, még egyszer elmondom, semmi szégyelni való nincs benne, és ha már a második hely is jó lesz, és a harmadik is nagyon jó, és szerintem most már túl sokáig húzom az időt. Ezt úgy fogom megmutatni, hogy én nem is nézek oda. Annyit látok, hogy melyik oldalon van az írás, de nem láttam még, hogy micsoda. Én nem nézek oda, lássátok ti először, szóval a Cake Hour-nek, szóval az első Cake Hour énekes kategóriájának a győztese nem más, alig bírom meg, hogy ne nézzek le, mint Giu! Nagy-nagy tapsot Giu-nak! Gratulálunk! Gratulálunk a nyereményedhez, és tényleg gratulálunk az eredményedhez is. És nem szabad megfeledkeznünk Amandáról se, aki sikeresen elérte a második helyet, ami már szinte majdnem a győztesnek a helye. Nagy-nagy tapsot neki, és gratulálunk. És fú, el sem hiszem. 12-en indultatok, és végül meglett a győztes is. Meglettetek ti dobogósok. Gratulálok nektek. Gratulálok minden jelentkezőnek, már csak azért is, mert vették a fáradtságot, és mertek, és bátrak voltak, beneveztek. Mindenki nagyon ügyes volt, mindenki tehetséges volt, és tényleg mindenki előtt le a kalappal, ha most lenne kalapom. És még egyszer gratulálunk a verseny győztesének, Giu-nak, valamint a dobogósokkal, és ugyanúgy Giu-val továbbra is tartani fogjuk a kapcsolatot, hogy majd a nyeremények átadását azt sikerüljön lebonyolítani. Én pedig mindenkinek megköszönöm a megtisztelő figyelmét, köszönöm, hogy végigkövettétek az énekeseket, és köszönöm, hogy végigkövettétek a műsort. Köszönjük, hogy támogattátok őket, szavaztatok, bíztattátok őket. A Cake Hour Magyarország legjobb ének K-pop Hour-ének a versenye ezennel lezárult, győztest kihirdettük, de ne búsuljatok! Ha minden jól megy, jövőre következik a következő verseny, majd jön a második évad, amiben már előre is jeleztétek, hogy nagyon-nagyon sokan részt szeretnétek majd venni. Addig is gyakoroljatok, valamint akik jelen voltak idén, mint versenyzők, ugyanúgy szívesen várjuk őket majd a jövő évi adásban is, egész nyugodtan jelentkezhetnek ismét, és szerintem nagyon sokan örömmel látnák őket a következő versenyen is. Egyedül egy valaki lesz kivétel, aki nem jelentkezhet, és az Giu. Ne haragudj, Giu, te már megnyertél a versenyt, és most már esélyt kell adj másoknak is, de viszont tényleg rendkívül büszkék vagyunk rád, és tényleg gratulálunk neked. Én búcsúzom máról, és még egyszer köszönöm, hogy követtétek ezt a versenyt. Főadmin voltam, hallgassatok minél több K-popot. Sziasztok, gyere Neko, te is. Búcsúzzunk el. Nani? Sziasztok! Nyunagit a páncsagit a szolcsom, fonetad a rakszusza a ág. Te macsett a páncsi, man a namma, mongi szegén szottun a ág. Nadar ersza, nam jor ersza, uri te uva szüke gandacsi. Hara nebbe, hara nebbe, I just wanna understand. Hello my alien. Uru sore mystery, kuru sore tepya hangaka. Oh, maji ga hanzo maji tai. Hey, na yappa hanke iso yama hake koki kose tai. Hey, na changi seka sokara chonjo mega pani yorba ju yorboda ore. Hey, sumani yakusoku wa chaga tsuru boda.
차를 느끼었나 우리 족하는 표하 표하 영화 만들 섞인 네 컴 밑에 영화 yeah 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 하객 화살을 차는 수 you get her 이제 함께 타는 나가 하객 같아 같아야 우드레던 hey 짐은 오늘 내 방에 trim keep on 제니가 나 history 그래서도 특별한 걸까 oh, 어디가 완전 맞을 때 hey 나 옆에 함께 있어요 뭐 하게 거기 곳에 stay hey 나 책에 석가 석가라처럼 내 급한 이 열방 주의 열보다 oh,